Sziasztok! Ebben a videóban picit rendhagyó témát hoztam nektek, ez pedig a szépségipar, hogy mit gondolok a body positivity-ről és egyáltalán a szépség társadalmunkban betöltött szerepéről, hogy mit próbálok átadni a gyerekeimnek, főleg a kislányaimnak arról, hogy a szépség az milyen értéket hordoz vagy képvisel számomra. Szóval egy picit ilyen filozófikus magaslatokba emelkedünk ennek a témának a kapcsán. Tulajdonképpen ez nem a szakterületem, hiszen nem vagyok gyermek szakértő, vagy ilyen gyermeknevelési tanácsadó, mindössze a saját gyerekeimmel, meg az ismerős gyerekeknek ezzel kapcsolatos érzéseiről, kérdéseiről tudok beszámolni, illetve arról, hogy én mit látok rajtuk, hogy mik azok a fontos kérdések, amik érdeklik őket. Illetve azt, hogy nagyon sok felnőtt ember, nagyon sok nő küzd gyermekkorukból hozott mintákkal, kapcsolódásokkal, az ételekkel, a testképükkel, az étkezés egészével kapcsolatban, és ezért szerintem az nagyon fontos, hogy mi mit adunk át a gyermekeinknek, mert így nagyon sok transzgenerációs sérülést, traumát meg tudunk előzni, hogyha egy kicsit pozitívabban állunk ehhez a kérdéshez, illetve proaktívabban, inkább azt mondanám, nem pozitívabban. Ugye az orvos Tóth Noéminek ez a transzgenerációs pszichológiája, ez nagyon a köztudatba hozta ezt, hogy nem mindegy az, hogy a gyerekeinkre milyen hatásokat örökítünk, mert az még sok generációval később is megteszi a hatását. Tehát ha már mi pozitívan állunk ehhez a témához, és nem stigmatikusan és sokkal proaktívabban, akkor sok jövőbeni sérülést meg tudunk előzni. Ez, amit most elmondok, ez tényleg csak az én véleményem, ez nem egy recept, amit 100%-osan követni kell. Hogyha valamit találsz benne, ami rezonál számodra, akkor azt vidd tovább, hogyha nem, akkor engedd el, tehát ez tényleg csak így az én gondolataimnak az ötvözete ennek a témában. Azt javaslom előjáróként a fejedben tartani, hogy nagyon sok minden, amit értéknek tartunk, vagy ami mentén élünk, az nem egy belsőleg kialakult értékítélet, amit te tényleg fontosnak tartasz, hanem nagyon sok esetben csak egy tanult minta, hogy azt tanították gyerekkorodban, hogy ez érték, ez fontos, ezt vitt tovább, de nem feltétlenül egy olyan belső értékteremtő rendszer mentén jött létre, amit valóban érdemes továbbmérni. Tehát van lehetőségünk dönteni, és van lehetőségünk felülvizsgálni a paradigmáinkat, amik mentén éltük az eddigi életünket, és ez sok esetben nagyon üdvös is, hogyha így teszünk, mert nagyon sok olyan értéknek kikiáltott dolog van a világban, ami igazából nem az, és ha felülvizsgáljuk, akkor úgy találjuk, hogy ennél sokkal fontosabb értékeket is lehet képviselni. Megkérdezem magamtól, hogy mit szeretnék elérni a gyermekeim étkezésével kapcsolatban, a gyermekeim egészségével kapcsolatban, akkor azt tudom erre válaszolni, hogy nekem az nagyon fontos, hogy egészséges kapcsolatuk legyen az ételekkel, egészséges kapcsolatuk legyen önmagukkal, a testükkel, és ezt megfelelő helyén kezeljék. Tehát ne legyen az életük középpontja az, hogy hogy néznek ki, hogy más, hogy néz ki, az se legyen az életük középpontja, illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy tápanyagként, alkalmas tápanyagként kezeljék az ételeket, tehát legyen meg a megfelelő tudásuk, hogy megfelelően tápláló, egészséges ételeket készítsenek el ízletes módon maguk számára, és hogyha bármilyen cél felmerül az életükben, hogy fogyniuk kell, hogy hízniuk kell, hogy testtömeget akarnak építeni, akkor ehhez meglegyenek a megfelelő eszközeik, mind tudásban, mind konyhai skillekben, ahhoz, hogy ezt egészséges módon el tudják érni. Tehát ne legyen az életük középpontja az, hogy hogy néznek ki, hogy milyen szépek vagy nem szépek ők vagy más emberek, mert ez maga spoiler alert, számomra ez nem képvisel olyan nagy értéket, de az, hogy meglegyen a megfelelő eszköztáruk, hogyha bármilyen céluk van ezzel kapcsolatban is el tudják érni, azt már én szülőként fontosnak tartom. Az, hogy elsősorban a lányaimnak ne kelljen azzal törődni, hogy
a szépségükkel törődni, hogy ők szépek vagy nem szépek, hogy más szép vagy nem szép, az nekem egy fontos érték. Az, hogy átadjam, hogy nem ez alapján ítéljük meg az embereket, hanem ez egy teljesen semleges tulajdonság. Olyan, mint hogy valaki barna vagy szőke, az, hogy szép vagy nem szép, az közömbös, az neutrális a számomra. Tehát az nem hordoz értéket, az nem egy értéktartalmú dolog, mert ez egy nagyon múlékony dolog, változik, ami egy teljesen természetes folyamat, és hiába az egy multimilliárdos biznisz, hogy a nőket visszafiatalítsuk, mert azt gondoljuk, hogy az a szép, ami fiatal, aki fiatal, és hogy már 30 éves nők szemránckrémet kenegetnek a szemük elé, mert hogyha bármi megjelenik, az már nem szép, vagy nem előnyös, ez számomra egy nagyon-nagyon nem pozitív dolog, és egyáltalán nem szeretném ezt átörökíteni semmi módon a gyermekeimre, hogy így ítéljék meg az embereket. Tehát, hogyha azt tudjuk mondani valakire, hogy igen, ez egy szép ember, jó ránézni, ez egy pozitív dolog, mint ahogy szép egy naplemente, vagy szép egy virág, de magában ez egy leíró tulajdonság, és nem egy értékteremtő fogalom. Ez szerintem nagyon fontos. Az is értékteremtő és fontos nekem szülőként, hogy a gyermekeim egy olyan milliót érezzenek maguk közül, ahol normális dolog egészséges ételeket enni, ahol az a normális, hogyha valaki teljes értékű ételeket eszik, nem pedig élelmiszereket, csomagolt dolgokat, amiknek az eredetét sem tudjuk. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezt egyre többen elfogadnák, hogy igazából ezek az ételek, amik alapanyag szinten kerülnek a tányérra, és hogy nem az a fura, hogyha egy gyerek, nem tudom, egy főtt krumplit visz, vagy egy kását visz 10 óraira, hogy az ne legyen ciki, hanem hogy nekik az legyen természetes, hogy mi tápláló alapanyag ételeket eszünk. Ez egy eszméletlenül nehéz törekvés, és millió ponton a társadalom ellene dolgozik, az iskolai étkeztetéstől, a csomagolt, tényleg a boltok kínálatán keresztül, de én mégis azt szeretném, hogy tudják, hogy az étel az egy fánterem, vagy a földből gyökerezik. Tehát, hogy az egy természetes dolog, hogy egészséges, természetes ételeket eszünk, mint ahogy az is, hogy vizet iszunk, és nem cukros üdítőket, meg mindenféle ilyesmit. És az is ide tartozik, hogy addig eszem, amennyi jól esik. Tehát ha éhes vagyok, akkor eszem még annyit, amennyitől jól lakom, viszont nem kell csak azért megennem valamit, mert hogy ne maradjon egy falat se a tányéromon. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egészséges étkezési szokásokhoz vezet, amikor azt mondjuk a gyerekeknek, hogy már pedig ami a tányérod van, az fogyaszd el. Sokkal üdvösebb szerintem arra inteni őket és tanítani őket, hogy addig egyél, ameddig jól esik, amíg egy kellemes telítettségérzést érzel, de úgy nyugodtan hagyd abba az étkezést, mert utána lehet, hogy fájni fog a gyomrod, vagy lehet, hogy nem leszel jól. Tehát, hogy ez tényleg csak te tudod magad, hogy milyen testi érzeteid vannak az étkezéssel kapcsolatban, és nyugodtan higgy ezeknek az érzéseknek. Olyan gyerekeket akarok nevelni, akik tisztelik a testüket, mint egy csodálatosan, fantasztikusan tervezett eszközt. Tisztelik a testüket, és arra használják, amire való, hogy gazdagítsa az életüket, mind a fizikális, mind mentális síkon. Tehát, hogy megéljék azt, hogy szuper mozogni, hogy nagyon jó sportteljesítményeket létrehozni, ha szeretnének, hogy bármit el tudnak érni a testük segítségével, hogyha tisztelettel és szeretettel bánnak vele, megfelelő üzemanyagokkal töltik föl, akkor nincsen lehetetlen. Szóval mindannyiunknak vannak értékmérői, amik mentén élünk az életünket, de vannak, amik szolgálnak minket, és vannak, amik nem. És ezt el kell döntenünk egy ponton, hogy mik azok az értékmérők, amik fontosak számunkra, és mik azok, amik nem. A szépségiparnak ezt az industriális jellegét, ezt abszolút nem támogatom, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem egy olyan értékmérő, ami mentén az életünket élni kellene. Én őszintén nem hiszek abban, hogy szépnek kell lennünk ahhoz, hogy bármiféle értéket képviseljünk. Tehát
ha belegondolok, hogy mely embereket szeretem a legjobb. Sokan nem szépek objektíven, mert mondjuk megidősödtek, és lehet szépen öregedni, és lehet kevésbé szépen öregedni, de hogy ennek semmi jelentősége nincsen, mert az életkor az egyszerűen megy előre, és ezt nem bejósolható, hogy ki lesz majd egy szép öregedő ember, és ki az, aki nem. De ez a belső szépség, ez tényleg egy létező dolog, tehát aki egy kedves, egy olyan értéket teremt az életemben, amit senki más nem tudna megtenni, például az édesanyám, ő nem tudna nem szépen öregedni a szememben. Ezért van az, hogy például én ezzel a body positivity mozgalommal sem tudok teljesen maradéktalanul egyet érteni, mert úgy gondolom, hogy objektíven meg tudjuk állapítani, hogy mi az, ami szép, mi az, ami nem szép, és hogy ennek nincsen jelentősége. Tehát mondjuk én nem gondolom, hogy egy cellulit szép objektíven, de azt is gondolom, hogy ez egyáltalán nem számít, hogy valakin van vagy nincs. Az, hogy mondjuk egy stria, szülés után, vagy hízás után, és a hízás után leadott kilók után van vagy nincs, az nem számít, az nem egy ember értékmérője. Az a kitartás, amivel mondjuk egy gyermeket megszült, vagy az a kitartás, amivel megszabadult valaki 40-50 kilótól, az a belső attitűd, az sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy a bőre feszes marad teljesen, vagy pedig kinyúlik. Az, hogy a hasam megmarad, mert három gyermeket a világra hoztam, az nekem a világon a legtermészetesebb dolog. Nem mondom, hogy szép, nem az. De hozzájárult ahhoz, hogy ezt a három gyermeket a világra hoztam, és arra emlékeztet minden nap, és büszkén viselem. De ez nem jelenti azt, hogy szép, nem kell annak lennie. Egyáltalán nincsen jelentősége számomra, hogy ez szép vagy nem szép, meg hogy ki mit gondol róla. Egyszerűen nem hordoz számomra semmiféle értéket, és innentől kezdve csak egy testi adottság, ami valakinek van, valakinek nincs, mindössze annyit jelez, hogy valaki szült, vagy valaki nem szült. Nyilván ez az életkorral is összefüggésben áll, tehát egy 18 éves gyönyörű lány, aki tényleg objektíven ránézel, és harmatos, és fiatal, és gyönyörű, az egyértelmű, hogy nem fog ilyennel rendelkezni, de nem is szült még mondjuk három gyermeket. Tehát, hogy ezek olyan fizikai tényezők, amiknek semmi jelentősége nincsen. Egy pattanásos arc, az nem szép. De az, ami egy pattanásos arc, nem kell neki szépnek lenni. És ez egy érdekes, én alapozót soha az életemben nem tudtam elviselni magamon, egyszerűen úgy éreztem, hogy az, ahogy lekenném az arcomat, hogy az olyan, mint egy maszk, amikor az esküvőmön kisminkeltek, úgy éreztem magam, mintha nem én magam lennék. Egyszerűen alig vártam, hogy a mosdóba menjek, és egy picit így leszedjek abból a vakolatból rólam, mert úgy éreztem, hogy minthogyha egy maszkon keresztül nézném a férjemet az életünk legfontosabb napján, és mintha nem én lennék. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy önazonosak legyünk, hogy azt mutassuk, amilyenek valójában vagyunk, és ne legyen ennek olyan nagyon nagy jelentősége az életünk tekintetében, hogy valaki szépnek lát minket, vagy nem. Én őszintén azt gondolom, hogy nagyon sok esetben nem előny a szépség, nőként főleg, nem vesznek komolyan egy fiatal, szép nőt. Cikkek ezrei szólnak erről, hogy csak annyit látnak benne, hogy egy szép fiatal nő, nem fogják komolyan venni, nem fogják döntéshozó szerepkörbe rakni. Tehát szerintem nekünk, nőknek is előnyösebb lenne, hogyha nem a szépségipart támogatnánk, és nem ezt tartanánk alapvető értéknek, hogy valaki szép vagy nem, mert visszafelé sül el a puska, és nem fognak minket komolyan venni bizonyos pozíciókban például. Amikor a kórházban dolgoztam, nagyon fiatal pályakezdőként, egyetem után, tudatosan vettem olyan ruhákat, tudatosan próbáltam öregíteni magam, mert egyszerűen a betegek egyáltalán nem vettek komolyan semmilyen szempontból. Nyilván én sem voltam annyira karakán, annyira asszertív, annyira felkészült, mert hát egy pályakezdő orvos voltam, de hogy nagyon-nagyon-nagyon előnytelen volt fiatalnak lenni,
lenni egy kifejezett bányarémnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek megvannak a hátulütői minden szempontból. Persze egyáltalán nem mondom, hogy én ezzel 100%-osan tudok élni, tehát egy kis részemet minden törekvésem ellenére is érdekli az, hogy nézek ki, vagy hogy így mit gondolnak mások rólam, de igyekszem ezt a agyam középpontjában tartani, hogy ez nem egy értékmérő dolog. Tehát például mondok egy példát, hetente egyszer veszek fel videókat, akkor megmosom a hajam, kicsit beszárítom, fölrakok valami minimális sminket, meg egy olyan pólót, ami mondjuk nem, vagy egy blúzt, ami mondjuk nincsen babakaja maradék, és akkor így körülbelül el vagyok, fölveszem nektek ezeket a videókat, hogy mégiscsak ne egy foltos pólóban álljak itt előttetek, de a hét többi napján nem sminkelek, nem veszek fel semmi extra ruhát, egyszerűen teljesen normális vagyok. Jól nézek ki? Nem. Zavar egy kicsit? Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy nem érdekel annyira, hogy ezzel továbbiakban foglalkozzam. Ez nem úgy van, hogy akkor azok a napok már semmit se érnek, mert hogy nem úgy nézek ki, ahogy nem tudom, lehetőleg jobban lehetne, nem? Nem számomra ez nem képvisel értéket. Az idősödés folyamán, hogyha valaki szépen öregszik, vagy nem olyan szépen öregszik, ez csak akkor jelez értékromlást, ha jelentést tulajdonítunk neki. Tehát, hogy valakire azt mondjuk, hogy fú, de csúnyán megöregedett, vagy csúnyán öregszik. Tehát ez lehetne egy teljesen semleges, közömbös kijelentés is, hogy igen, valaki szépen öregszik, valaki meg nem. Valaki szépen őszül, valaki nem. Ennek nem kellene rögtön egy értékromboló minősítést kapnia. Hollywoodban a színészeket, meg a modelleket ez alapján választják ki, a szépségük alapján, nekik ez a valutájuk, úgymond, ez az, ami alapján mérik őket. De nekünk, egyéb halandó embereknek miért kellene ugyanezt a játékot játszanunk? Minek menjünk bele egy olyan játékba, amiben úgyis vesztesek leszünk? Mert mindig lesz több millió ember, aki sokkal szebb nálam. És ahogy öregszem, egyre több lesz, mert egyre több lesz a fiatal jó esetben, akik definíció szerint szebbek lesznek nálam. Akkor ennek mi jelentősége van? Szóval szerintem nagyon fontos, hogy ne erre fókuszáljunk, és főként a gyerekeknél ne, és főleg a gyerekeknek mutassunk jó példát abban, hogy ez nem számít. Tehát, hogyha mondjuk valaki azt mondja a kislányomra, hogy jaj, de szép kislány, akkor mindig azt mondom, hogy ennél sokkal, sokkal fontosabb értékei vannak, mint hogy ilyen szép, hogy egy olyan, és akkor olyan tulajdonságot mondok, amire van ráhatása, amit motivációval, erővel, akaraterővel meg tud tenni. Például azt mondom, hogy de milyen szorgalmas kislány, és amit eltervez, azt véghez visz nagyon következetesen. És ha például azt mondom csak, hogy azt hagyján, hogy szép, de milyen okos, akkor megint egy olyan tulajdonságot emelek ki, amire nincsen ráhatása, hogy valaki okos vagy nem okos, arra, hogy szorgalmas, hogy következetes, hogy kitartó, hogy alázatosan dolgozik, hogy türelme van, ezekre van ráhatása, és ezeket tudja gyakorolni, és hogyha minden nap ezeket fejleszti, akkor előbb-utóbb eljut a céljaihoz. De az, hogy valaki szép, az egy adottság. Az, hogy valakinek tehetsége van valamihez, az egy adottság. Ezekkel nem lehet mit kezdeni. Hogyha egy gyereket folyton ezzel dicsérnek meg, hogy de okos vagy, akkor egyszer, hogyha valamit nem tud, akkor megkérdőjeleződik az önmagába vetett hite, hogy akkor én nem vagyok okos, akkor most mit csináljak? Eddig én úgy tudtam, hogy én okos vagyok, hogy ez egy én tulajdonságom, hogyha ez mégsem megy, akkor mihez kezdjek? Míg ha azt mondom, hogy nagyon szorgalmas vagy, tök sokat gyakoroltad, és nagyon büszke vagyok rád emiatt, akkor azt erősítem meg benne, hogy bármikor gyakorlattal el tudja érni majd a célját. Végezetül egy gondolatkísérletet osztok meg veletek, amit szoktam magamnak mondogatni, hogyha van egy olyan nap, hogy nagyon nem érzem jól magam a bőrömben, valamiért, mondjuk tényleg fizikálisan sem, vagy nagyon fáradt vagyok, akkor ezeket szoktam végig gondolni. Oké, nem nézek ki ma valami jól, nem is érzem jól magam, nem vagyok a toppon egyáltalán. De lehetek-e olyan ember,
ettől még, aki lenni szeretnék. Igen. Erősebb vagyok-e magam attól a dologtól, amit ma tettem? Erősen kiállok-e a céljaimért? Teszek érte nap, mint nap, hogy olyan ember legyek, aki lenni szeretnék. Igen? Akkor tényleg számít? Számít ez, hogy ma hogy érzem magam? Hogy most ebben a pillanatban éppen úgy érzem, hogy se szép nem vagyok, se jó nem vagyok, se okos nem vagyok, se semmilyen nem vagyok. Akkor számít, hogyha egyébként bennem van az akarat, és minden nap teszek érte, és igyekszem mindig a legjobb döntéseket hozni, akkor tényleg ennyire számít az, hogy most éppen nem vagyok a magaslatokon? Lehetek attól még jó ember, jó anyuka, lehetek attól még jó barát, vagy jó testvér, hogy most éppen nem vagyok a toppon? Hogyha mindez lehetek, akkor nem éri meg ezért ezen foglalkozni. Ugyanis élhetek azok mentén, az értékek mentén, amiket fontosnak tartok, attól függően, hogy szépnek gondolom magam, vagy szépnek tartanak-e mások, vagy nem. Azt szeretném még elmesélni, hogy hamarosan megjelenik az első könyvem, ami a legkisebbeknek fog szólni, az első könyvem a vegánságról, ez a címe, és igazából legkevésbé vegánoknak szól, én azt gondolom, hogy olyan szülőknek szól, akik szeretnék, hogy egészséges növényi ételeket megismerjék és megszeressék a gyermekeik. Ez a legpicibbeknek szól tényleg ilyen mondókás formátumban, mert a szakmai ajánlások szerint ez az, ami a legjobban befogadható és elfogadható a legkisebbek számára. Hát ilyen fél éves kortól 3 éves korig körülbelül fog következni majd a következő rész, ami az óvodás korosztálynak szól. Úgyhogy be fogom tenni majd az előrendelési linket, amin tudjátok jelezni az érdeklődéseteket, hogyha szeretnétek ebből a könyvből vásárolni. Remélem, hogy érdekesnek tartottátok ezt a részt. Szerettem volna már arról beszélni, hogy miért beszélek ennyit a fogyásról, meg egyáltalán az egészséges életmódról, és talán ez egy kicsit leírja, hogy a legkevésbé esztétikai célok miatt beszélek erről ennyit. Azt nagyon gondolom, hogyha egy egészséges, erős testben élünk, amihez hozzátartozik az, hogy megfelelő testsúlyunk legyen, akkor boldogabb lehet az életünk. Nem azért, mert szebbek vagyunk, esztétikusabbak vagyunk, és jobban, nem tudom, ki tudjuk rakni magunkat az Instagramra, hanem azért, mert jobban szolgálja a célunkat egy olyan test, ami erős, ami megfelelő üzemanyaggal van ellátva, és sokkal több élvezetet, örömet fog tudni nyújtani az életünkben. De nem a szépségipar céljai mentén, hanem a saját belső iránytünk mentén. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak tartottátok, vagy érdekesnek ezt a részt. Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek ezekről a gondolatokról, amiket megosztottam. És hogyha tetszik ez a videó, akkor megköszönöm, ha lájkoljátok, esetleg tovább külditek, akinek hasznos lehet, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek további ilyen tartalmak. Sziasztok!